Sziasztok srácok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Game Wave, én Darius vagyok, és itt van velem Benny barátom. Sziasztok! Sziasztok, és a mai videóban, hát egy ilyen, ez nem mexikai balfékek szerintem, ez ilyen teljesen random videó, kitaláltuk, hogy át akarjuk ugrani a vulkánt. Pontosabban ezt a tavat, ami itt van a vulkán közepén, ugye, hogyha nyár lenne, vagy ilyen, nem tudom milyen neve, nedves évszak, vagy viharos évszak, akkor ez egy tó lenne, ami víz lenne benne, és át lehet ugrani, így pedig ugye be van fagyva. És át lehet rajta menni, viszont nekünk az a célunk, hogy úgy landoljunk, hát valószínű, hogy arra az oldalra, amerre nézek, arra az oldalra, amerre most nézek, hogy nem ér bele a kerekünk egyáltalán a jégbe, vagy vízbe, vagy legyen ez akármi. Nyilván nem ezekkel az autókkal fogunk próbálkozni, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy sikerüljön átugrani, viszont az Event Labtól szeretnénk tartózkodni, mert hát nyilván, hogyha építünk egy rámpát, akkor minden megoldható, ez tényleg csalás lenne szerintem, úgyhogy természetes körülmények között próbáljuk megkísérelni ezt a kis hát mutatványt, nem is tudom minek nevezzük ezt. Szerintem lássunk neki, és Benny, neked van már ötleted, hogy kéne ezt csinálni mégis? Nem tudom, szerintem egy pár szöget azért próbáljunk ki, hogy honnan a legvalószínűbb, hogy sikerülni fog. Az biztos, hogy feljönni nem olyan bonyolult, mert ezzel a jeeppel is, ami van nálunk, ezzel is simán feljöttem. Én nem, mert nekem viszont utcai gumim van, azt hiszem. Mindegy, egy sima 800-as tuninggal egyébként simán fel lehet jönni a vulkán tetejére, tehát az nem okoz nagy bonyodalmat. Ami nehéz lesz az, hogy akkora sebességgel érkezzünk ide, hogy átugorjuk vele a tavat. Viszont én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy érdemes egyébként mind a kettőnek ugrani egyszerre, szóval lehet az lenne jobb, hogyha drón módba követlek, nem? Vagy nem tudok felmenni addig? Hát, ha feljössz az autódra tetejére, akkor fel tudsz jönni egyrészt. Másrészt, hogyha lentről nézed, ahogy ugrok, az is lehet, hogy jó. És akkor azt próbálod csinálni először is, hogy lemész a másik oldalra, igaz? Lemegyek, igen, és feljövök. Értem, már követlek is, Benny, itt vagyok mögötted. Próbáld meg először ezzel az autóval, hogy lássuk, hogy mennyire vagy tőle rohadt messze. Ezzel szinte teljesen esélytelen, de megnézhetjük. Igen, a nagy gond egyébként az, de kis cinematikba ugraszt, jó Isten. A nagy gond az, hogy havas a hegy teteje, és az még inkább meg fogja nehezíteni a, hát a tapadási viszonyokat mindenképpen, és valószínűleg az ugrást is emiatt. De kíváncsi vagyok, hogy amúgy szerinted sikerül így az elején tippeld meg? Nem tudom. Én egy kicsit attól félek, hogyha megnézed, ahogy így lefele jöttem, itt is csomó... Ilyen, tehát nem egyenes van. A felmenő, pontosan. Igen, igen. Tehát hogyha egy egyenes rámpa lenne, akkor fel lehetne gyorsulni mondjuk 400-ra, valamilyen autóval biztosan. De így egy kicsit esélytelennek. Konkrétan a drón is így nekiütközik a földnek, amikor fölmegy mindig. Igen. Tehát most én is látod, ezért nem mentem lejjebb, mert itt hiába jöttem gyorsan. Az ugratás, ez teljesen elvette a sebességemet. Igen. Na és konkrétan, tehát itt kell ugratni a hó tetején, és ennyi, ugye? Ennyi a lehetőséged ugratni. Az nézd, a baj, hogy nagyon meredek ez a ezt látod most? Hol vagy? Konkrétan visszagurultam. Íh, hogy lemaradtál, azt hittem, hogy föntebb vagy ennél. Hát Benny, ez szomorú. Akkor szerintem ezt a kocsit most azonnal engedjük is el, és próbáljunk valami. Jó, nekem az első tippem az a... Az a Hunigener-es 200, az általában mindent megold. Megnézzük, addig lemegyünk itt drone módba a nézőkkel, megmutatom nekik itt a Baha Trekket távolról. Nagyon jól néz. Aztán még van egyébként ötletem, hogyha ez esetleg nem jönne össze, de... Legyen ez az első próba. Legyen ez az első próba, Benny, szóval, hogyha átmentél a másik kocsiba, addig én itt mutogatom a csodás forzás tájat. Egyébként tényleg jól néz ki ez a táj. Srácok, azt írjátok meg ti is most azonnal a kommentbe, állítsátok meg a videót, megvárjuk, írjátok meg, hogy szerintetek sikerülni fog-e, és ha eltaláljátok, akkor nagyon ügyesek vagytok. Én egyébként azt mondom, hogy nem. Tehát én büszkén kérem jelenteni, hogy szerintem ez lehetetlen. Főleg így hóban, tehát esélytelen szerintem. De hát nem adjuk fel. A vonatos videóban se akartuk feladni, nézzétek meg a jobb felső sarokban. Ott ugye megpróbáltuk megállítani a vonatot a Forzában, az, hogy sikerült-e, az ott kiderül. Viszonylag messzire lejöttem, találtam egy ösvényt, ami lehet, hogy nem annyira buckás. Hát, ha is sikerül gyorsulni egy kicsit. Teljesen más irányt próbáltál meg, ha jól látom. Pontosan. Nagyon vicces ez a drón irányítása egyébként. Megy a Benny? Hát, ugratok. Ez konkrétan lássuk, nem lesz lássuk. Elég addig, hogy a tóig elérjek. Ez... Így csessze meg. Hát jó, ez nem volt az igazi. Na, ez az ösvény, ezt szerintem kijelenthetjük, hogy nem a legjobb, mert itt a végén nagyon sok szikla van. Benny, nézd csak, lehet, hogy hülye ötlet, de gyere csak. Az én autómhoz gyere. Látod a drónomat a mapon? Nem látod, ugye? A drónt nem. Vagyis okay, nekem indulj el, fordulj meg konkrétan. Jó, és gyere. Szép lassan gurulj. Oké, okay, még ott tökéletes. Na, itt menj előre? Nem lehet ebből az irányból átugratni valahogy?
innen mert föntről szerintem esélytelen, tehát hogy... ahhoz nagyon... hát... nem tudom. Az a baj, hogy itt is sok a szikle, de egy próbált megél. Az power build kéne szerintem, nem? Hát ez alapból az. Ennél erősebb autót nehezen építesz, ami terepen is megy. Nézem itt közben még a terepet. Ó, van még egy jó ötletem, Benny! Nekem van is, egy nekem jó ötletem. Szerintem te is arra gondolsz, amire én. Lehet, igen. Itt van egy buszka. Közel. És... nagyon jó, Benny, szerintem megvagyunk. Ez még csak nem is a tó irányába volt. Jó, ez innen lentről esélytelen. Na. Na, nézd csak, gyere tovább ezen az utacskán. Igen. Az utacskán, gyere tovább. Melyik utacskán? Másik irány, pont másik irány. Erre. Igen, gyere. Igen. És itt balkész felül itt a domb. Állj meg. Vissza. Ja, látom. Na, ez a domb konkrétan tökéletes az átugráshoz, és nézd meg a túloldalán, milyen szép. Nézem. Tökéletes a túloldala. Aha. Szerintem jó, ezt meg lehet csinálni. Ezen az úton felgyorsulok itt, hoppá. Igen, és ha az út nem elég, akkor meg ott a házak mögé le lehet menni még. 3-2 egy start, let's go. Na, ez innen elég jól néz ki eddig. Ennyi, sikerült. Jó, ezt szerintem meg lehet csinálni szepszögbe. Jó, akkor megcsináljuk szepszögbe, srácok, de szerintem megvan. Szerintem sikerült. Szerintem is. Mondjuk ez innen már, ha ennyire jók vagyunk, az akkor lenne szép, de ez tényleg esélytelen. Ahhoz tényleg rámpa kéne, hogyha be tudnék ugratni onnan a vulkán mögé. Tudod, hogy értem? Tehát a túloldalára, konkrétan átugranád igen, a vulkán igen, teljesen. Igen. Ahhoz nem kell rámpa, szerintem az egy erősebb kocsi kell, vagy nem? Lapos volt a szög nagyon? Hát, szerintem igen, de nem és biztos. És ilyen Koenigseggi Esco wintergumi? Na igen, 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 pont ezt mert akartam mondani, az egyébként a másik lehet wintergumit rakni, ezt tudom. Jó, igen. Próbálkozunk még ezzel egy kicsit, és... Nekem van is egyébként egy olyan tuningom, nem winter, hanem rally gumi van rajta, de tök mindegy, a lényeg az, megnézzük. Hogy erős és jól tapad. Megnézzük azt is. Megnézzük azt is, szerintem ez megoldható, viszont akkor szerintem menjünk arra, tehát mondjuk úgy, hogy megvan a feladat, viszont... Tehát csak maradjatok itt, mert megpróbáljuk átugrani a teljes vulkánt jó, is. Jó, váltok is rögtön a Jeszkóra. Addig én megmutatom Guanajuato városát az embereknek, meg a stadion, gyönyörű szép. Ez ennyire látszik innen Róma. Meg a hőlékballonok is nagyon jól néz ki. De jó. Elképesztő. És indul Benny, jön a Jeszkó, jön a Jeszkó, jön a Jeszkó. Hát ez rosszabb, mint az előző. Nem? Nem rosszabb, egyébként jobb lett, egy picit szerintem távolabb érkeztem, csak nem sikerült leérkezni a talpamra. Nézegetem a tájat. Ú, de rohadt jól néz ki ott is az a rózsaszín. Most így egy év után kezdem megbecsülni a Forzának a szépségét. Wow, szerintem nagyon szép. Na, a videó után mindenki menjen, és egy kicsit eszmélj erre, hogy milyen szép a játék. Na, ez most egy egész jó szög. De jó, hát gyönyörű! Baj. Csak ezt elmondom, amíg megy a kép, jó? Jó. És itt láthatjátok egyébként a végső ugrást, ez volt a legszebb, nagyon sokszor próbálkozott Benny, de ez volt az, amire azt mondjuk, hogy ezt beküldenénk akár egy ilyen Forza Stunt videóba is. Hogyha egyébként szeretnétek, hogy csináljunk valamilyen videót esetleg, hogy osztályozzuk a ti ugrásaitokat, vagy ilyesmi, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, és próbáljátok ki szerintem ti is ezt a vulkánugrást. Egyébként a legjobb kocsi talán az RS200, így a tapasztalataink alapján kipróbáltunk azért pár autót, és megcsinálható teljesen a feladat, arról az oldalról érdemes indulni, onnan meg se próbáljátok, hanem onnan kell. És szerintem ennyi igazából, köszönjük szépen, hogy megnéztétek, reméljük, hogy tetszett, vannak ennél normálisabb dolgok is a csatornán, nézzetek szét nyugodtan, meg a kártyákat is szétszórtuk a videó során. Ez volt a GameWave, itt volt velem Benny, ilyen tárgyusz voltam, sziasztok! Sziasztok! Show.